Kossuth nótákat, népdalokat és műdalokat hallhattak az érdeklődők tegnap este a Kossuth Művelődési Központban. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Kossuth 220 projekt keretén belül készült el az Éljen a Magyar Szabadság, Éljen a Haza címet viselő Kossuth Lajos zenei örökségét összefoglaló CD. Reznek Erzsébet és Terék József közös gyűjtőmunkájának eredményét 16 előadó művész segítségével keltették életre. A lemezen található dalokat most először hallhatta élőben a közönség. Alapvetően Kossuth Lajos születésének 220. évfordulóját ünnepeljük ebben az évben, és ez egy közös alkotás, ha lehet így mondani, Terék Józseffel, zenész és énekes barátaival, amelynek kiinduló pontja a ceglédi Kossuth kultusz és a Kossuth kultusz hagyománya. Akármilyen furcsa is, még ilyen összeállítás eddig nem létezett. Régóta tervezzük már egyébként, éppen most láttam a papírokon, hogy 2015-ben volt erről először szó, és hát most jutottunk el odáig, most jutottak el a zenészek odáig, hogy készen van a hangzóanyag. A 19. századi kesergő, műdalos szerzemények, kárpát-medencei magyar népzenei dallamok és Terék József saját verbunkos Kossuth szerzeménye is elhangzott az este folyamán. A legismertebb Kossuth nóta sem maradhatott el, amelynek már 1952-ben is több mint 500 féle változatát ismerték, és ami most is visszatérő eleme volt az előadásnak. A Zenetudományi Intézet archívumában nagyon-nagyon sok eredeti lejegyzés, eredeti hanganyag megmaradt, ezeknek többsége ma már a köztudatból szinte teljesen kiveszett. Ezeket hoztuk felszínre, és ezeket az autentikus eredeti megszólaltatásban fogjuk bemutatni, ha olyan, akkor ilyen paraszti zenekaros hangzásban, ha olyan, akkor cigány zenekaros hangzásban, mindenféleképpen az eredeti szöveggel, ami nagyon fontos, hogy talán kettő dal kivételével az összesben megtalálható Kossuth Lajosnak a neve, munkássága, érdemei, életvitele, tehát hogy ezért is szól Kossuth Lajosról, de ami nagyon fontos, hogy próbáltuk a műzeneit műzenei stílusban előadni, a népzeneit népzenei stílusban, a klasszikust az klasszikusban. A hanganyag mellett kétnyelvű Kossuth Lajos életét bemutató könyv is készül, ami a CD-vel együtt kézzel fogható formában várhatóan szeptember 19-én jelenik majd meg. Ezt követően pedig az évfordulóra készült kiadványokat a Kossuth Múzeumban limitált példányszámban lehet majd megvásárolni. A bemutatón köszöntőt mondott az esemény fővédnöke, Földi László országgyűlési képviselő, valamint a ceglédi tankerület igazgatója Fodor Gábor is.